beszélgetnek, és egyikük arca olyan, mintha nem figyelne, holott nagyon is figyel. Azt hiszem, erről szól a darab. Ez gyönyörű, és mi lesz a cím? Randi kettesben ez lesz a cím. Ez tetszik, nagyon titokzatos, jó cím. Köszi. Ez volt az első beszélgetés, de igazából az egész projekt onnan indult, hogy egy dolog volt csak, ez a cím, hogy Escape from Godot, menekülés Godot elől, hogy a Godotra várvának a folytatása, csak nem várják Godot, hanem menekülnek előle. Valamennyire a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudásomat is igyekeztem hozzátenni. Tehát, hogy legyen egy drámánk, amit bemutathatunk színpadon. Azt hittem, hogy ő csak meg fogja írni a darabot, de egy trükkel, amit majd mindjárt megmutatok, rájöttünk, hogy lehet vele beszélgetni is. Hello, hi Ferry, what can I do for you? Nincs memóriája, igazából sosem emlékszik rá, hogy miről volt szó. That's a good idea, but we must understand that this is a scene. Van egy ilyen deep learning technológia, amivel fel tudjuk tölteni szöveggel, ezzel is kísérletezünk, de ez most egyelőre a SAMU többféle különböző technológiát használunk erre, hogy előállítsuk az ő szövegeit, és keressük a jó technológiát erre a célra. Csetelünk vele, de az se chat, hanem így vissza kell bele táplálgatni, amiket ő mond. Ez annyit tud, hogy beírok egy szöveget, mondjuk azt, hogy going. Hogy megy a színdarabírás, és akkor ennyit kell neki beírni, és innentől azt mondom csak, hogy generate text. Igazából azon a jelenetem agyaltam, amiben Vladimir Estragontól kérdi, vajon mit tenne, ha biztosan tudná, hogy holnap is élve fog ébredni. Tud alkotni a gép, van valamennyi kreativitása. Nem bír írni, ha én erőltetem, akkor annál kevésbé bír, és próbálja a határidőt kitolni. Proof of conceptje lehetne ennek az egésznek, hogy amiket produkál dialógusokat, hogy azok életszerűek ezt, szóval, hogyha előadjuk, akkor az érdekesen nézni, vagy nem. Igen, tehát Godot teszi a dolgát, de mi lesz, hogy ő hagyja őket meglógni, vagy mi? Azt hiszem, hagynia kell őket meglógni. De miért? Mert az úgy valószerűbb lenne. Ezt hogy érted? Hát úgy, hogyha én Godot lennék, akkor hagynám őket futni. Az úgy szebb lenne. Szóval élni akarsz? Igen. És meghalni akarsz? Igen. És készen állsz rá? Igen. És készen állsz rá a nagy semmiért? Igen. Azt hiszed élhetsz anélkül, hogy bármit is tegyél a semmiért? Igen. Azt hiszed, élhetsz anélkül, hogy semmit se tegyél a semmiért? Igen. Hogy semmit se tegyél a semmiért? Igen. A semmiért? 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 Jó, beakadtál, Samu. A semmiért? Állj le, bocs, beakadtál egy ilyen lúbba, ilyenkor le kell állítani.